Köszöntök mindenkit Londonból, a Stamford Bridge-ről következik a nap egyik legjobban várt mérkőzés, a Chelsea Paris Saint-Germain az E-bajnokok ligája 8. döntőjéből érkeznek a pályára a csapatok. A Chelsea most először játszik itt az E-bajnokok ligájában 8. döntőt, hiszen a tavaszi szezont eddig mindig az Európa Ligában játszotta le a Chelsea, tavaly a döntőig is eljutottak. De azt nem tudták a Sevillával szemben megnyerni, az előtt pedig az Arsenal a negyed döntőben volt a végállomás. Most az EBL 8. döntőjében a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél. Az a PSG, amely tavaly a negyed döntőben a Bayern ellen búcsúzott nálunk az EBL-ben, azt megelőzően pedig az elődöntőben a Ferencvárossal szemben. Imént van a Chelsea kezdő összeállítása erre a mérkőzésre. Kapuban Édouard Mendy természetesen, a védelemben ott lesz majd Cucurella, Koulibaly, Silva, Fofana, illetve James, a középpályán Jorginho, valamint Kanté, elől pedig Sterling, Aubameyang, illetve Havertz. Így áll feltelt a Chelsea a mai mérkőzésre. Chelsea Paris Saint-Germain tehát az E-bajnokok ligája 8. döntői közül, ez ugye a mai keddi összecsapás, de természetesen még egy meccset rendeznek velünk egy időben. Az is egyébként egy rangadónak minősül azért, és egy eléggé várt mérkőzésnek, az a Juventus-Liverpool találkozó, amelyet velünk egy időben rendeznek. És akkor mindjárt megnézhetjük majd a Paris Saint-Germain összeállítását, és a kapuban Donnarumma véd majd, a védelemben ott lesz majd Hakimi, valamint Marquinhos, Sergio Ramos-szal, illetve Nuno Mendes-zel, Verratti, Sánchez, Fabián Ruiz a középpályán, elő pedig a Neymar, Mbappé, Messi hármas. Úgyhogy elkezdődött a találkozó, feketében a vendégcsapat, és a hazai pályán játszó Chelsea pedig tiszta kékben játszik. Fabián Ruiznál a labda, és aztán szerezné meg tőle a labdát Koulibaly, ezt meg is tette, és ezzel már is kontrázhat a Chelsea együttes, ez Sterling kap nagy labdát, és középen jön Aubameyang, ez bizony gólhelyzet Aubameyang előtt, és ott is a gól! Megszerzi a vezetést a Chelsea a negyedik percben, rögtön egy óriási kontratámadás után Aubameyang góljával 1-0. Itt Sterling nagyon jó labdát kap, teljesen üresen lemaradnak a párizsi védők, és Aubameyang belövi az ittszert. Negyedik perc, már is vezett át a Chelsea. Nem indul jól ez a párharc, finoman szólva sem a Paris Saint-Germainnek. Fabián Ruiz. Nyilván még nagyon, de nagyon sok van hátra, de az alaphangot megadta most ezzel a Chelsea együttese. Mbappét szerelik. És most kerül hátra Mendyhez. Kai Havertz. Megkapja Kanté tőle, Kanté tovább, Aubameyang, és Aubameyang megint üresen, hát nem tudom, hogy merre járnak a párizsi védők a mai meccsen, de egyelőre nem végzik el jól a feladatukat, Nuno Mendes viszont most tisztázott. Jorginho, Sterling, hát egyelőre átjáróház a párizsi védelem, amit a Chelsea ki is tudott használni. Fabián Ruiz, Renato Sánchez, visszaszerzi tőle Jorginho, viszont még Renato Sánchez, Verratti, jó volt a csel tőle, Messi. Messi, és ott megy Hakimi. Messi hozza még, Messi még mindig. Messi lövi el a labdát! Hát nem volt azért az a legjobb lövés, de meg volt az első PSG lehetőség. James. Kanté. Meg tudja tolni Ramos mellett, hát ezt megint nagyon elnézték. Kanté mehet, Aubameyang középen. Kanté még 16-oson belül jár a francia, vissza kell cseleznie, visszajönnek a párizsiak. De ez még helyzet, Jorginho viszi tovább, és lövi el 2-0! Hát ez egészen hihetetlen. Jorginho is gólt szerez, 17 perc után 2-0-ra vezet már a Chelsea. Itt Kanté leteszi, Jorginho megtolja, és honfitársának Donnarummának lő gólt végül. Chelsea Paris Saint-Germain 2-0, egészen hihetetlen, hogy mennyire nem figyeltek hátul most sem a párizsiak, és hát a Chelsea egyelőre úgy néz ki, hogy akár okozhat meglepetést is. Sterling, középen Kanté. Sterling lövi be, újabb gólhelyzet, Havertz, Donnarumma. Hát közel járt a 3-0-hoz a Chelsea. Sterling szöglete, Donnarumma. Hát mi lesz még ma itt? Nuno Mendes. Verratti.
Hát ugye eddig nálunk az EBL negyed döntőig mind a két alkalommal elment, ugye a Paris Saint-Germain egyszer kiesett, egyszer továbbított. Legutóbb esett ugye ki a legjobb 8 között. Hát hogyha ez a sorozat folytatódik, akkor most a 8-a döntőben es neki. Havertz lő! Nagy mentés, de Aubameyang még fejjel, hát és ott a harmadik! Ez tényleg 3-0. Pierre-Emerick Aubameyang második gólja, és megvan a harmadik Chelsea találat. Itt a lövés Havertztől, ez nagy mentés, és így jó Aubameyangnak. Lefejeli a labdát, és ott a második gólja. Chelsea Paris Saint-Germain 3-0. Fél óra alatt a Chelsea kiüti a Paris Saint-Germaint. Verratti. És már az első meccs első fél órájában a kiesés szélére sodródik a francia együttes. Hát erre kiszámított. Neymar. Neymar helyzetben. Neymar még mindig. Szöglet lesz. De főleg inkább arra kiszámított, hogy a Chelsea ennyire felszívja magát erre a meccsre, és ennyire simán fogja verni a PSG-t. Verratti. Be tudja adni. Ott a lehetőség, de jó a mentés. Renato Sanchez még egy lövés. És büntető lesz. 11-es kaptát a Paris Saint-Germain. Neymar fogja majd lőni. 33. perc. Visszajöhet át a mérkőzésbe a PSG. Mendy Neymarral szemben. Na nézzük tehát. Neymar, és belövi könnyedén. Szépít át a Paris Saint-Germain 3-1. Sok idő nem kellett a PSG-nek a harmadik kapott gól után az első lőtt gólhoz. És akkor mehet a tánc. 3-1. Ezzel sokkal beljebb azért még nincsen a Paris Saint-Germain, viszont visszajöhet a mérkőzésbe a francia csapat. Neymar szépít büntetőből. 3-1. Aubameyang. Aubameyang leviszi a szélre, Nuno Mendes mellett is meg tudja tolni. Aubameyang még mindig ott van. Mbappé jött hátra is szerelt, de végül szöglet lesz a Chelsea-nek. Kicsiben csak. Kanté. És szabadrúgás. Verratti hagyta ott a lábát. Na nézzük Nuno Mendest. Nuno Mendes beadása. Könnyedén fejedik ki ezt is Fofana. Csúsztatás után még ott van Kukureyánál. Kukureyá sarokkal Koulibaly-nak. Aubameyang. Még mindig nála Aubameyang. És még mindig ő. Mert tudja tenni Kanté. Ott Kukureyá indul be, meg is kapja a labdát. Kukureyá gólhelyzetben. És Donnarumma. Donnarumma tehát ő rúghatja előre. Ezt meg is tette Donnarumma. Mbappé. Messi kapja. Messi ott hagyja az emberét, Koulibaly-t. Messi még mindig. És Koulibaly végül. Thiago Silva labdát veszít. Az ex-Paris Saint-Germain védő. Fofana. Egy perc a ráadás, az véget ér. És vége az első félidőnek. A második félidő pedig most kezdődik. Chelsea Paris Saint-Germain 3-1, tehát a Chelsea-nek egyelőre eléggé meglepetés eredmény, de nagyon jól játszik a Chelsea, sokkal jobban, mint a Paris Saint-Germain. Soler jött egyébként a szünetben, ő váltja Verrattit, úgyhogy Carlos Soler a folytatásban. Marquinhos, Sterling gyorsabb, és Sterling ezzel el tud venni be középre. Nagy gólhelyzet lehetett volna, de Donnarumma jól jött ki, és Aubameyang elől mentett. Hát összességében inkább a negyedik Chelsea gól van benne ebben a meccsben, mint a Paris Saint-Germainnél a második. Aubameyang az les volt? Nem volt es. Aubameyang beadása, így viszont helyzet is lehet belőle, Donnarumma fogja Sterling fejesét. Marquinhos. Thiago Silva. Vissza Fofanának. Kanté. Uha. Az bizony hiba, és Koulibaly nem is tudta úgy átvenni, hogy aztán Mbappé ne vegye el tőle a labdát. Fabián Ruiz, Carlos Soler. Soler tovább tud menni, és gólhelyzetben Soler, Mendy védi a lövését. Nem volt sok PSG helyzet a meccsen, de úgy néz ki Soler beállítása ilyen szempontból jó volt, mert ő kialakított egyet. És azt hiszem ez volt Mendy első védése a mérkőzésen. Jól emlékszem, Messi. Messi még mindig. Messi lövi el a labdát, és ez egy óriási Mendy védés ismételten. Na, most már kezdenek éledezni a vendégek is. Izgalmas meccs. Neymar szöglete. Ramos felé kiejti a kapus. Mindig ott van. Lejött egyébként a pályáról Havertz. Öt cserélt a Chelsea. Sterling, Aubameyang mellette. Sterling még mindig.
Hát tud menni? Sterling még Fabián Ruiz-t is ott hagyja, amicsoda szólóba kezdett Raheem Sterling. Aztán sarokkal vissza kukorájának, ő meg elveszíti, de dobhat a Chelsea. Sterling azt hiszem mindent elrontott ezzel a sarkozással, amit felépített az előbb. Jorginho kukorája, lassan már lesre fut kukorája. Így viszont ezzel mehet, mert ellenféltől kapta a labdát, és Donnarumma hova jön? Ott a negyedik, Pulisic, aki most állt be csereként 4-1 a Chelsea javára. És azt hiszem, ezt megérdemelték az angolok azért. Kiüti a Paris Saint-Germain-t a Chelsea Stamford Bridge-en. Bent volt a labdát, ez egyértelműen, ide nem kell gólvonal technológia. Donnarumma rosszul mozdult ki, és Pulisic fejelte be Cucurella beadását. Cucurella gólpasszt ad. És azért ez is egy PSG védelmi hibából született ez a gól. Mbappé közben helyzetben, és Mendy védi az Itzert. 69. perc, 4-1. Hát hazai pályán le lehet dolgozni azért a három gólos hátrányt. A Mendy kiejtette a kezéből. De azért egy ilyen Chelsea ellen ez egyáltalán nem lesz könnyű. És hogyha már a Chelsea nálunk először itt van az EBL egyenes kiesése szakaszában, hát lehet, hogy egy nagyobb menetelésbe is kezdhet. De azért még várjuk ki a párharc végét. Hát a Paris Saint-Germain meg, hogyha most tényleg kiesne itt a Chelsea-vel szemben a nyolcad döntőben, akkor az első BL szezonunkban az elődöntőben esnek ki, a másodikban a negyed döntőben, a harmadikban meg a nyolcad döntőben. Mbappé közben ezzel elmehet, Koulibaly-t ott hagyja, és Mendy védi ezt az Itzert is. A második fél időben azért a Chelsea kapusa is kitesz azért, hogy ma itt egy fölényes győzelmet tudjon aratni a Chelsea együttese. Aubameyang, Hakimi fejel, méghozzá jól Messinek. Hát későn ébredt a Paris Saint-Germain, azt itt azért elmondhatjuk. Messi még, szépen Messi szólóban, Messi még mindig ott van, Messi, nem tudják tőle elvenni, Kanté, most igen. Hakimi. Csukovemeka. Koulibaly. Visszaszerzi Ondát Fabián Ruiz, Mbappé sarokkal, Messi. Negyedik gól óta irányít a PSG, Soler gól helyzetben, és ő belövi. 4-2. Carlos Soler szépít, aki csereként állt ugye be. És ez most már azért benne volt a meccsben, nagyon nyomatta itt a Paris Saint-Germain a végén, 4-2. Mindenki ünnepli Solert. Szépít át a Paris Saint-Germain, és ezzel még azért van némi reménye a PSG-nek a visszavágóra. Hát ezen a mérkőzésen már aligha. 82. perc Soler góljával, tehát 4-2. Csukwemeka, Kanté. Kétszer is vezetett 3 góllal a Chelsea, néz ki ebből egy 2 gólos győzelem lesz, és egy 2 gólos előny a Parc des Princes-ben megrendezendő visszavágóra. Ezt a meccset majd 2 hét múlva szerdán rendezik. Renato Sanchez. Jó labda, Carlos Soler még mindig. Fabián Ruiz le tudja tenni, Messi jön meg, Messi középre, gólhelyzet, és elsuhantott mindenki lába előtt a labda. De még mindig ott lehet, Mbappé sarokkal, és les volt. Egyébként is szerelték Mbappét, Mendy végezte el. Fofana. Golo Kanté. Aubameyang. Kanté, Aubameyang kérné vissza. Nuno Mendes. Szabályos volt a szerelése a portugálnak, Neymar. 2 perc a ráadás. Kérdés, hogy esetleg a PSG vissza tud-e jönni negyedik gól óta. Egyértelműen a PSG dominál, egy Soler újabb gól helyzetbe kerülhet. Soler! Kapufa! Koulibaly aztán, Cucurella. Fofana és Mendy. Hát itt a végén lehetett volna 4-3, és Soler azonban a kapufára bombázta az Itzert. Chelsea Paris Saint-Germain tehát 4-2.